Mitől van ezeknek ilyen zörgő hangja alul? Tehát mind a kettőnek ilyen 3000 alatt, ilyen nagyon-nagyon zörgő. Indítsd be! Váltó kuplunk! Meg a fogaskerekek azok csatlakoznak, ilyenek. Eddig akár még kettő hallottam, mert találkoztam már sok egyessel, és ugyanilyen hangban. Aha. Sok minden kiderül, ez egy 2004-es Yamaha R1, és nagyon sokan kértétek ezt az évjáratot, nem tudom miért jön népszerű, ez biztos jó az ára a használt autón. Nagyon sokan írtak rám, hogy legyen ilyen motornak valamilyen videója, épp azért itt van most két darab, és mind a kettővel mentem, olyan furcsa különlegességei vannak ezeknek a motoroknak, alul zörögnek 3000 alatt, azt mondták itt a tulajdonosok, hogy más R1-esek is zörögnek, kuplung vagy váltó vagy ilyesmi hang van, inkább szerintem kuplung hang lesz. Az ilyen idős sportmotoroknál jellemzően ugye ezeket már gyárilag kormánygátlóval szerelték, de azok általában azok a kormánygátlók a 2000-es évek közepén olyan 3 év azt a kifingottak gyakorlatilag, de senki le nem cseréli, vagy olajat, vagy szelepeltetést, vagy bármit nem csinál. Ez a kormánygátló, ez lófasz nem ér, ami ezen van. Gyakorlatilag a kettesben, amikor nagyon erőteljesen jön ki a motor a kanyarból, emelné ugye az elejét. Szerencsére a Yamaha ebből a szempontból orvos, tehát nehezebben egykerekezik, mint mondjuk egy Gixxer vagy egy ZX-10-es Kawasaki, de úgy rázza a kormányt hirtelen, ahogy elkönnyül egy kicsit az első kerék, hogy érezni azt, hogy a kormányteló az nulla, az kifingott. Tehát ez már 10 évvel ezelőtt sem működött ez a kormánygátló. A Yamahák, ahogy mondtam, ilyen orvos építésűek, emiatt viszont az van, hogy óvatosabban kell bánni a hátsó féken, mint más ezres motorokon, hogy sokkal előbb satúzik. Nagyobb súly van elől, mélyebben van általában a kormány, és azért kevés a súly hátul, és ha megtudod a hátsó féket, akkor nagyon hamar pokkol a fék, úgyhogy sokkal óvatosabban kell általában egy R1-est megfékezni hátsó fékkel, mint a többi más ezres japán soros 4-est. Amit jellemzően látok egyébként ilyen sportmotoros fotókon, ugye mostában nagy divat a Facebookon, hogy fotóznak sportmotorosokat, meg mindenféle motorosokat kanyarba, és akkor megmutatom az ülés pozíciót, ami nagyjából látszik minden egyes motoron, az általában a sportmotorosok ezt csinálják ki. Így fél, nem tudom, hogy lenne fingják az ülés, vagy lenne összene szarozzák az ülést, és minden kanyarba kiteszik a seggüket. Magának a kiülésnek az a lényege, hogy a súlypontodat, ha ki akarod helyezni, az felső testről indul. Tehát a fejed, a vállad, a felső testre teszed ki. És hogyha az kevés, akkor odébb ülsz, és kijebb kerül az egész. De ennek így, ennek lófasz értelme nincs, gyakorlatilag semmi értelme nincs. Hülyén is néz ki, meg még haszna sincs. Magának igazából a testsúly, vagy a súlypont helyezésnek is az a lényege, hogy csökkentsük a dőrészöget kanyarba. Ugye hülyén hangzik. Ugye hülye hangzik, mert leginkább a sportmotorosok azt szeretik, hogy lapolva van a gép, legyen a lábtartó, meg legyen peremig lenne a gumi, de igazából a stabilitás, meg a gyorsságot az hozza meg, hogyha valaki csak optimalizálja a dőlészöget, és nincs a végletekig ledöntve a motor. Persze azt mondják sokan, hogy jó van, de akkor hol az adrenalin? A gyorsaságban, ugyanis hogy kevésbé döntöd a motort, akkor jobb mondjuk a gumitapadás meg a futómű dolgozása, akkor sokkal gyorsabban leszel kanyarban, hamarabb ki fogsz tudni gyorsítani, és ott jön vissza, ott kapod vissza az adrenalint, hogy te a parkolóba vagy király, a peremig ledöntött gumival, de te érsz oda másodiknak, érted? Aki kevésbé dönti, az meg elsőnek. Na, visszatérve az R1-esre, igazából mi az ára most a használt autón, itt kérdezem a tulajdonosokat. Másfél alatt van egy kicsi, akkor valószínűleg azért népszerű, mert na nem olyan rossz az ára. Jellemzően az ilyen... Eddig nem jött senki. Jellemzően az ilyen korú ezres sportmotorokat ugye nagyon szeretik, könnyű áron elérhető, meg hát megkapják azt a pika adrenalint, amit egy ilyen motor ad. Viszont általában a felhasználhatóság, vagy a felhasználási
mód, meg olyan, mint egy 500-as soros kettesé nagyjából. Nincsenek kanyarban nagy tempós elfordulások, pont azért, mert nem jók a testpozíciók a motoron, túl erős a gép. Persze adja az adrenalint regyenesben, mindenki el tudja veretni neki, de amikor azt mondjuk, hogy megnézzük egy motornak, hogy milyen állapotban vannak a fékei, legtöbbször mondjuk itt egy ilyen próba után füstölnek a fékek, csak azért, mert sose voltak még fölmelegedve rendesen, és amikor egy kajak a fékezés történik, akkor hirtelen akkor kicsit elkezd beégni a fékpofa elől-hátul, és néha füstölök. Hát amikor ilyen motorod van, akkor illik megpróbálni, meg illik kimenni gyakorolni, hogy mi az extrém lassulási hajlam egy motornak, nem csak a gyorsulásit kell ismerni, pont azért, hogyha vészhelyzet van és esetleg hajtós vagy, akkor tudd azt, hogy mire számíthatsz a fékberendezésektől. Amellett, hogy orvos a motor, és kevésbé egykerekező hajlamú, persze lehet vele, tehát nincs olyan ezres motor, amilyen nem lehet egykerekezni, csak a kérdés, hogy milyen fordulatnál jön föl, kuplung nélkül, mert tök égő szerintem ezres motorral kuplunggal egykerekezni úgy, ha esetleg nem lassan tudsz egykerekezni 50-nel. Mert amikor 120-nál valaki kettesbe bele kuplunggal, szerintem gáz, mert ezek a motorok azért egyesbe 100-nál simán följönnek. A motornak az erőleadása is igazából úgy lett kitalálva, hogy a versenypályás stílus szolgálja, az azt jelenti, hogy minél később egykerekezzen a motor, minél jobban ki lehessen vele gyorsítani. Ennek a motornak ilyen 7-8-9 ezer körül jön meg igazából az ereje. A négy japán soros négyes közül a Yamaha meg a Honda CBR 1000-es az, amelyiknek... Na, meghozták a pizzát. Majd mégsem. Tehát a négy japán soros 4-es ezres közül, a 2004, 2005, 2006 évjáratosok közül, a Yamaha meg a Honda az, amelyiknek felsőbb fordulatszám tartományban jön meg az ereje, a GSX-ednek meg a Kawának már 6-7 ezertől éledezik, ezeknek inkább 8-9 ezertől. Ha versenypálya használod, akkor az az előny, hogy kigyorsításból kevésbé akar egykerekezni, és jobban fog egyenesen gyorsi, nagyobb a gyorsítási hajlama, hogy stabil marad az eleje. De ehhez mondjuk, hogy ne rázza a kormányt, le kéne cserélni a kormánygátlót, egy ilyen motort azt karba kell tartani nyugodtan. Tehát ezeket így fűrésszel le kell vágni, ezt be kell dobni a kazánba, a picsába, meg kb. Hogyha azt mondod, hogy ilyen motorod van, akkor megnézed a láncot, és így nem lehet közlekedni ilyen lánccal. És ezt nem lehet meghúzni, mert az előbb megnéztük, hogy ez már szakaszosan nyúlott lánc. Tehát egy ezres sportmotort az kötelező a top csúcs állapotba tartani folyamatosan, ahhoz költeni kell gyakorlatilag. Ugye vonzó az ára, hogy csak 1-4-1-5, de utána rá kell hányni 3-400 ezer forintot. Ezt, hogyha valaki normálisan és biztonságosan akar közúton motorozni, ezt muszáj bevállalni. Tehát nagyjából ennyit matekozzatok rá, 20%-ot minimum rá kell költeni egy 10-12-14-15 éves sportmotorra. Amellett, hogy kibaszott kurva jó, csak amikor jönnek ezek a kis, csúszik a kuplung már ezen a motoron például, akkor gyakorlatilag elveszed azt az élvezeti faktort, amit megkapnál, amire tervezték ezt a fajta motort. Úgyhogy ha ráköltesz egy kicsit, akkor az a durva, hogyha kimondod, hogy egy ilyen motor 15 éves, és azt mondom, hogy a gyári állapotának a 90-95%-át visszaállítod, akkor olyan brutál sokat kapsz tőle, hogyha mondjuk a 2005-ben kimondtad, hogy van egy 15 éves motorod, akkor az kurva gáz volt, mert egy 90-es évekbeli motort 2005-ben, szóval nem lehetett összehasonlítani a jellegi motorokkal. Ezt a motort oda lehet tenni egy mostani ezres motor mellé, mert igazából az elektronikák fejlődtek, meg 30 lóerő lett össze-vissza különbség gyakorlatilag. De ezt kimotorozod, ezt a kipörgésgátlás nélküli, mindenféle elektronika nélküli, 30 lóerővel a jelleginél gyengébb motorokhoz képest ezt kimotorozod, akkor meg kurva jól tudsz motorozni. Tehát olyan sokat nyújt ez a motor, hogy mindegy, hogy 170 vagy 190 ló gyakorlatilag, hogy nem veszed észre. Ha meg annyira tuningolni akarod, akkor rádobsz egy erről egyel kisebbet, hátul egyel nagyobb lánckereket, és már is megkaptad azt az intenzitást. Persze, hogyha arra recskázol otthon, hogy 302-t megy, vagy 297-et, hát akkor az meg tuningold, érted? De tök fölösleges igazából. Nagyon jó gépek, megérik az árukat, ezt a 1,5 millió forintot, csak rendbe kell hozni őket. Futómű, fék, fékberendezések, karok, ne lötyögjenek, lánc, normális gumikat kell rávenni, kuplungot ki kell rajta cserélni, hogyha elkopott meg a kuplung szerkezetet, és abban a pillanatban kapsz egy iszonyú jó állapotú gépet, amit majd nem akarsz eladni, és nem kilódsz vele, meg nem égsz vele gyakorlatilag, ha eljössz hozzám a képzésre, és elkezdem fikázni. És nem mutatjuk az arcotokat, hogy nehogy eladó legyen a motor, ezt azt mondja, hogy tiédet mutatta be, azt nem veszük meg. Úgyhogy ennyi. Örömet tud okozni, iszonyú nagy adrenalin bombát tud okozni egy 15 éve szupersportmotor, csak legyen rendben!